Az idei Zentai Városnapi Rendezvénysorozatot a Városháza épülete fennállásának száz éves jubileuma jegyében tartják meg. A szervezők ezúttal is igyekeztek gazdag és sokrétű kulturális programot összeállítani a látogatók számára. Szerény, de valóban gazdag kínálatot igyekeztünk szervezni, hogy mindenki megtalálja a saját ízlésének és érdeklődési körének megfelelő kulturális programot a civil szervezeteket is bevontuk, és természetesen a testvérvárosi településekről is hívtunk fellépőket, tehát valóban egy nagyon színes palettából tudnak válogatni az érdeklődők. A programsorozat keretében szeptember 10-én Szerdán a Hódmezővásárhelyi Alföldi Galéria tárlatának megnyitója, Kórus zenei est, valamint a 100 éves városháza épület előtt tisztelgő kiállítás megnyitó ünnepsége lesz műsoron. Csütörtökön és pénteken a koncerteké lesz a főszerep. Csütörtökön kerül sor a Budapest bár Magyarország zenekar ünnepi városnapi koncertjére este 20 órakor a főtérem. Pénteken pedig este 8 órakor kerül sor a Ribjacsorba zenekar ünnepi bemutatkozására. Szombaton a községbeli művelődési egyesületek és civil szervezetek bemutatkozása, gyermekprogramok és a testvérvárosi fúvós kavalkád is várja majd az érdeklődőket. Este a Kalocsai Néptánc Együttes fellépését és az entai Magyar Kamara Színház előadását tekinthetik meg a Városnapi Ünnepségre látogatók. Ezúttal is tüzi játék zárja a rendezvénysorozatot.